Engedjék meg, hogy hadd köszöntsem a sajtójeles képviselőt, nem kivott vendégeinket. Hosszú János, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket a szerda reggeli sajtótájékoztatón. 2012. július 20-án kötött szerződést a testület a Dunaújvárosi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályával. Az együttműködésnek két fajtája van, ebből az első, amikor szabálysértésért kiszabott vagy önként vállalt közérdekű munkáról beszélünk. Ennek lényegét Mikó Judit foglalta össze pár szóban. A nálunk jelentkezetteket, tehát kijelölő lappal irányítjuk a foglalkoztatóhoz, és 8 napon belül kell nekik megjelenniük. A megjelenést követően a foglalkoztatóval megállapodnak a munka kezdésének időpontjában. Itt nagyon fontos az, hogy tehát 24 órát egy hónapban le kell dolgozniuk a kijelölteknek, mert ha ezt nem teszik, akkor a foglalkoztatónak jelezni kell felénk, és akkor megszűnik ez a lehetőség, hogy továbbra ő nem dolgozhatja már le a fennlévő szabálysértési bírságát. Ennek eredményességét bizonyítja az a 306 eset is, amiben a roma nemzetiségi önkormányzat segítette a szabálysértőket, hogy a kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni. Az együttműködés másik fajtája, ha enyhébb bűncselekményeknél a közérdekű munkát a bíróság szabja ki ítéletként. Szabadságvesztés helyett csak akkor szabható ki, ha a büntetés felső határa nem több, mint 3 év. Ellenben bármikor átváltoztatható szabadságvesztésre nem megfelelő részvétel vagy minőség esetén. Ha az elítélt a számára meghatározott munkát önhibájából nem végzi el, és itt ennek nagy súlya van, hogy ezt a büntetést az elítéltnek önként kell ledolgoznia, tehát senki nem fogja őt arra noszogatni, hogy ő most menjen, dolgozzon azon a heti legalább egy napon. Tehát, hogyha önhibájából nem végzi el, akkor a közérdekű munka átváltoztatásra kerül szabadságvesztés büntetésre, tehát közvetlenül, mivel bírósági ítélet, szabadságvesztésre változtatható át. Ezt a pártfogó felügyelő kezdeményezi, adott esetben a munkahely jelzése alapján. Tolnai Viktória, a roma nemzetiségi önkormányzat elnök helyettese elmondta, hogy az egész országban nincs még egy ilyen intézmény, akik hasonló mértékű segítséget tudnának nyújtani a járási hivataloknak a közérdekű munkákra kijelöltek foglalkoztatásában. Jelenleg 60-70 személynek segítenek.